Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Itt a nyár, nagyon sok fiatal már az utazáson töri a fejét, és hát persze ehhez pénz is kell, hogy honnan lehet szerezni pénzt, hát dolgozni kell. Ez az egyik mai témánk, amellyel foglalkozunk, hogyan lehet a melódiáknál munkát vállalni. Köszöntöm a Veszprémi irodavezető Cupon Gergőt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy jelen lehetek, és jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. Egyébként lehet, hogy hibásan mondtam, mert ugye azt mondom, hogy itt a nyár is lehet munkát vállalni, holott tudom, hogy igazából, bár téves nézet, hogy általában mindenki csak nyáron megy dolgozni, nálatok 365 napon keresztül lehet diákmunkát vállalni, ha jól sejtem. Igen, ezt nagyon jól látod. A 365-tel tényleg nem tévedsz, hiszen még az ünnepnapokon is, 24-én decemberben, szilveszterkor az év minden napján dolgoznak diákjaink bizonyos területeken. Van is, aki ilyenkor dolgozik? Van, igen. Tehát például éttermekben, vagy boltokban, azok még 24-én nyitva vannak. Uh-huh. Ugye az embernek akkor jut eszébe, hogy még valami kell a karácsonyi menühöz, még akkor gyorsan elszalad. Aha. Hát egy ilyen szűkített nyitvatartással, de ezek az egységek működnek, és sok esetben diákokkal oldják meg a létszám problémáikat, vagy a működésüket. Uh-huh. Egyébként azt hallom, hogy egyre inkább felvállalják a diák munkát a vállalatok, vállalkozások, lévén, hogy sok előnnyel járt. Te ezt tapasztalod? Igen. Az elmúlt éveknek az volt a tapasztalata, hogy nem csak a nyári szabadságolásokra kérték a diákokat a partnereink, hanem sok esetben már évközben is. Jellemzően multinacionális vállalatok szakmai pozíciókba gyakornokokat, bizonyos mérnöki területekre, uh-huh. HR gyakornokoknak, uh-huh. controlling osztályra. Aztán... Bocsáss, hogy beleszólok, itt mondtál egy igen fontosat, hogy a nyári szabadságolásra, tehát azt jelenti, hogy nagyon sok helyen azt teszik, hogy elengedik a munkavállalókat szabadságra, és őket próbálják pótolni a diákmunkával? Nem csak próbálják, hanem gyakorlatilag is. Nagyon sikeresen pótolják őket, igen. Aha. Igen, tehát a szabadságot ki kell adni, az jár minden dolgozónak, és a dolgozó általában akkor örül, hogyha ezt nyáron tudja kivenni, főleg, hogyha van egyébként gyereke, akivel mondjuk nyaralni uh-huh. szeretne menni, akkor különösen örül annak, hogyha nyáron és nem októberben kell elmenni a szabadságra. Igen, de azért persze mindenfajta munkát nem lehet pótolni diák munkával. Természetesen nem, viszont a termelő cégeknél a termelési folyamatokra klasszikus kisegítés a diák munka nyári hónapban. Uh-huh. És egyébként, amikor hát mindenki ismeri a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet, az elmúlt éveknek az volt a tapasztalata, hogy nem csak a nyári szabadságoláskor igénylik a diák munkát ezek a partnerek, hanem sok esetben a konstans módon meglévő létszám problémáik kezelésére is uh-huh. kérik, vagy veszik igénybe a diákokat, azért, mert ez a rendszer már nyáron, az sok-sok évvel ezelőttől folyamatosan jól vizsgázott. Gondolom, hogy az a diák, aki jól végzi a munkáját, kiemelkedően jól, mert ugye tételezzük, hogy mindenki jól végzi a munkáját, azokat szívesen vissza is hívják. Egyébként most, amikor valóban arról lehet hallani, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni, akkor egy picit a diákok örülhetnek, hogy most talán könnyebben találnak munkát. Persze nem tudom, hogy így van-e, mert lehet, hogy korábban is könnyen találtak. Hát amikor én voltam diákmunkás korú, így fogalmazok, igen. akkor azért lényegesebben szűk. Szűkebb volt a piac. Volt? Lényegesen szűkebb volt a piac, és most azt mondom, hogy ha diák feldob egy követ valahol, és leesik, ott el tud menni dolgozni. Válogatni tudnak? Ez azt akar ezzel mondani, hogy olyan lehetőségek vannak. Régen azt mondta, hogy nem volt ilyen lehetőség, hogy el kellett fogadni esetleg régen azt, amit ajánlottak, most meg esetleg azt mondod, hogy ezt a követ földobtam, és odaesett, hogy mondjuk igen, én most pék leszek, de én nem szeretnék pék lenni, akkor választok. Van lehetőségük válogatni. Illetve ezt annyiban egészíteném ki, hogy mi a melódiáknál abban hiszünk, hogy meg kell, tehát nem mindenki alkalmas minden munkára, vagy nem mindenkinek a kompetenciái teszik alkalmas-e arra, hogy bizonyos feladatokat elláson. Ezért mi próbálunk ajánlani személyre szabott a munkalehetőségeket uh-huh. sok esetben, és ez azért segíti a munkavállalást, illetve a munkába állás folyamatát, meg a döntést, hogy egyáltalán. Uh-huh. Hát amikor én voltam fiatal, jó régen volt sajnos, akkor is voltak ilyen gondolataink, hogy pénzt kéne szerezni nyári munkával, diák munkával, és hát akkor érdekes módon nagyon gyakran mentünk a MÁV-hoz vagont pakolni. Nem volt könnyű munka, és ide akartam kiukadni, hogy azt sem tudta mindenki csinálni, mert valaki az első óra után azt mondta, hogy kell a fenének ez a nehéz munka.
Itt azért gondolom azért vannak előírások, minek kell megfelelni. Például sejtem, hogy egy 14 éves gyermek nem mehet csak úgy bárhova munkát vállalni, sőt, talán nem is vállalhat munkát. Igen, egy 14 éves gyermek munkavállalási szándékkal gyakorlatilag sehova nem mehet még. Uh-huh. Mennyi a korhatár? 16? Hát az MT azt mondja, hogy 16 éves kortól léthesített valaki munkaviszonyt. Ugye mi nem tartozunk az MT alá, de igazából ez a szabály ez ránk is érvényes. Illetve a 15. életévét betöltött egyének már a hivatalos iskolai szünidőben vállalhatnak munkát. Akár de a is szülőnek gondolom azért hozzá kell járulni, nem? Hát a szülőnek mindenki, aki kiskorú, 18. életét még nem töltött be, hozzá kell járulni ahhoz, hiszen ők korlátozottan cselekvőképesek. Ők nem dönthetnek ilyen jogviszonyoknak a létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről önállóan. Ez esetben a szülőnek, vagy bármilyen törvényes képviselőnek hozzá kell járulni ahhoz természetesen, igen. Én azt látom, hogy a diákok odáig könnyen elérnek, hogy azt mondják, hogy na, vállaljunk egy kis munkát, pénzt szerzünk, utazunk, jó lesz nyáron szórakozásra, de aztán, hogy onnantól kezdve, hogy mi a menet, hogy hova menjek, kit keressek, lesz-e valaki mellettem egy mentor, aki végigvisz engem a munkaidőszak alatt? Ezt gondolom azért a ti segítségeteket igényli. Tehát én most eldöntöm, diák vagyok, eldöntöm, hogy szeretnék munkát vállalni, akkor az első lépés, hogy kiválasztom a neten, vagy bemegyek hozzátok? Lényegében igen. Tehát az első lépést olyan szempontból a diáknak kell megtenni, hogy valahogy föl kell hívni a figyelmét ránk, vagy a mi figyelmünket őre, hogy ő itt van és szeretne dolgozni. Mi onnantól kezdve kézbe vesszük ezt a folyamatot, és ha már van hozzá egy telefonszámunk, meg egy nevünk, vagy esetleg ránk ír a Facebookon, mert egyébként most már ez a leggyakoribb csatorna, amit kommunikálunk. Igen, ezt gondolom, hogy hogy igen, ott mennek. Igen, úgyhogy ha ott jelzi, hogy neki van szándéka arra, hogy munkát vállaljon, akkor mi onnan kézbe vesszük ezt a dolgot, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ő jelentkezett, onnantól kezdve, vagy egészen addig, hogy munkába áll, és a munka végén mondjuk fizetést kap, a hónap végén, addig végig kísérjük ezt a folyamatot. Tehát van egy mentora? Van, igen. Adott esetben több mentora is lehet, attól függően, hogy hány helyen dolgozik, mert egy munkát egy mentor koordinál. Bocsáss meg, mit nevezünk mentornak, vagy kit nevezünk mentornak? Aki a melódiáknál van, tehát hozzátok vagy jogilag kapcsolata. Igen, tehát a mentorok a mi munkatársaink. Uh-huh. Tehát nem a munkáltató, akihez majd kikerül. Nem, a mentorok a mi munkatársaink, akiknek az elsődleges feladata az, hogy a diákok, hát talán ha azt mondom, hogy érdekeit, akkor az a legjobb szó, figyelembe véve, próbálja meg megoldani a partnernek a szükségleteit. Tehát igazából ez egy ilyen win-win szituáció, hogy mi vagyunk azok, akikkel a partnernek az igényei megoldódnak, a diák pedig jó esetben olyan munkát tud vállalni, amivel úgy keres pénzt, hogy még élvezik is, hogy fejlődés. Igen, tehát ez a mi feladatunk, és ebben a mentoroknak kiemelt szerepe van, hiszen ők azok, akik folyamatosan felkészítik a fiatalokat arra, hogy mi vár rád a munka során, mire kell figyelned, mikor kell menned dolgozni, kit kell keresni, hogyan. És egyébként a mentoraink azok, akikhez fordulhatnak a diákok, hogyha bármi problémájuk van. Hála Istennek nem jellemző, hogy mondjuk olyan atrocitások érnék a munkahelyen, hogy valaki csúnyán beszél vele, vagy egyszerűen nem kedvelik őt. Tehát megvan a megbecsülés? Meg, azt mondhatom, hogy igen. Viszont ha mégis ilyen, vagy bármilyen más jellegű probléma adódik, akkor a mentor az, akihez a diák fordul, és eszébe sem jut máshoz fordulni. Tehát nyilván azért a szolgáltatásunkban benne vannak olyan apró elemek, hogy a diákkal elmegyünk az első munkanapjára, és gyakorlatilag kézen fogva végigvezetjük a cégen, megmutatjuk neki, hol az étkező, hol az öltöző, hol a jelenléti év, kik lesznek a közvetlen felettesei, az utasítást adó személyek, hogy vannak a szünetek, hol a mosdó, megmutatunk neki mindent, hogy ne egyedül kelljen megtalálnia egy nagy épületben, vagy egy nagy gyárban, lehet, hogy még a gyárat se találja meg egyedül, ezért kell, hogy mi ezt segítsük. Nagyon fontos volt, amit mondtál, mert ugye odáig értünk el a legelején, hogy most már akkor a közösségi médiában megtalál benneteket, jelentkezik, és mind a jó gyerek otthon várja, hogy valaki megkeresse. De hát innentől kezdve már nyugodtan mondhatjuk, hogy előbb-utóbb kell a személyes kontaktus, tehát mindenképpen be kell mennie hozzátok, találkoznia kell a mentorral, hiszen onnantól kezdve már a személyes kapcsolattartás fontos, ha jól sejtem. Igen. Bemegy, megkeresi az adott szemét, és akkor elindulnak szépen ketten.
Lényegében teljesen jól leírtad a folyamatot. Ahhoz, hogy egy diák dolgozzon, ahhoz azért bizonyos szerződéseket meg kell kötni, vagy megállapodásokat. Persze. Be kell lépni az iskola szövetkezetben, és vállalnia kell azt, ha kiskorú, akkor törvényes képviselőjével együtt, hogy akkor bizonyos feltételek mellett ő munkát végezhet. Vagy ti most ugye az Észak Dunántúl iskola szövetkezet vagytok. Hogyha az adott személy azt mondja, hogy én szeretnék itt is dolgozni, de időszakonként én Pécsre is leugranék dolgozni, akkor meg már a déli egységgel kell szintén szerződést kötnie? Igen, ez így van. Nem elég akkor az, hogy nálatok van regisztrálva és szerződésben? Igen, tehát a szerződést azt meg kell kötni akkor a déli melódiákkal, viszont nagyon, nagyon gyorsan meg, tehát a papírmunkát az gyakorlatilag villámgyorsúra tudjuk változtatni ilyenkor, hiszen nálunk már megvannak az adatok. Ha ott akar a helyszínen papírozni, akkor mindent át tudunk adni ahhoz, hogy ott ezzel meg... Ja, értem, oda akartam kiukadni, hogy nem elég az, hogy hozzátok bemegy, és itt megköti az Észak-Dunántúl iskola szövetkezettel a szerződést. Nem, ha több helyen szeretne dolgozni, akkor azokkal igen. De viszont csak egy papír. Azért mi 5 megyét foglalunk magunkba. Győrmoson, Sopron, Komárom, Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér, meg Veszprém megye, azt nem mondtam volna, nyilván. Tehát ez az 5 megye, ahol dolgozunk. Ezen az 5 megyén belül a diák az Észak-Dunántúli melódiákkal van kapcsolatban. Ez az Észak-Dunántúli iskola szövetkezet. Igen, és a többi pedig a többi. És akkor meg volt a jelentkezés, megtalálta a mentort, megbeszéltek mindent, mentor elkíséri ki a munkahelyre, és ott ugye megmutatják neki a munkát. Igen. Általában akkor elsőre igent is mondanak, vagy azért néha mondják, hogy megijednek esetleg kicsit, mert egy diák azért még diák. Hát mi abban hiszünk, hogy minél pontosabb a tájékoztatás, hogy mi lesz a munka, annál kevésbé fogja a diák azt mondani, hogy hát köszönöm szépen, nem erre számítottam. Hát úgy megy ki, hogy akkor már igen, igazából tehát, hogy amikor már mi kimegyünk vele, az már az első munkanap, tehát hogy ott már azért munkát kell végezni. És ezt a diák tudja. És hány órát kell neki végeznie? Hát ez teljesen változó, tényleg partner függő, hogy egyáltalán meg a feladattól függ, hogy milyen hosszú maga a tevékenységet végezni jó, kell, értettem, vagy mi a műszak maga. Be van ez maximálva, hogy 80-nál többet nem természetesen dolgoztat? A törvényi kötelezettségeinknek megfelelünk, tehát ami kiskorú, akkor nem dolgozhat 8 óránál többet, hát ez az. Míg egy nagykorú azért a 12 órát gond nélkül végig dolgozhatja. Mert hogy ugye akár egy egyetemista is mehet hozzátok. Igen, nagyon sok egyetemistánk van szerencsére. Igen, gondoltam egyébként, hogy ők jönnek szép számmal. És ugye jön a nagy kérdés, hogy hova lehet egy diákot elhelyezni? Hát ahogy én megnéztem a ti honlapotokat, és azt láttam, hogy ott sorakoznak szépen sorba, hogy melyik településen mit kínáltok. Azért azt kell mondjam, hogy minden igényt kielégít a dolog. Tehát olyan sok mindenből lehet választani, hogy én azt néztem, hogy ha én most nyári munkát keresnék, több szimpatikus dolog is van. És ha én bemegyek hozzátok, és azt mondom, hogy hú, láttam itt egy nagyon jót akaratján, itt van egy nagyon jó Veszprémben, és én még jobbat találtam talán Zircen, akkor ti abban segítetek, hogy melyik a leginkább neki való, vagy ez hogyan megy? Igen, viszont azért nem teljesen elhanyagolandó szempont az, hogy hova valósi az illető, hiszen azért ezek a települések, persze, amiket mondtál, egész távol esnek egymástól, és mondjuk, ha Zircen reggel 6-kor kell dolgozni, vagy 6-kor kezdődik a munka, valaki meg Balaton akaratjai, akkor nem gondolnám, nem hogy ezt ő hosszú persze távon szeretné csinálni, mert az olyan erőfeszítések árán jönne létre ez a feladat teljesítés, ami szerintem nem éri meg. Egy diák ezt még nem érzi igazán, csak amikor már, de még hát a harmadik, sem. Na többek között ehhez kellenek a mentorok, hogy ilyesmikre felhívják a figyelmet, hogy hiába van hát ott igen egy olyan munka, ami álmaid munkája, nem biztos, hogy azt te meg tudod csinálni. A körülmények nem olyanok. Viszont rengeteg szállásos munkánk van már, főleg a Balatonparton, úgyhogy adott esetben az ország távolabbi részéről is tudunk fogadni diákokat szerencsére. Ezzel át lehet hidalni. Egy egyetemistának már nem kell a szülői hozzájárulás, ő csak bemegy hozzátok mentor, ott is van, gondolom. Tehát egy egyetemista mellett is van mentor, hiszen ő nála is minden ügyet intézik el. Minden diák egyformán állunk. Tehát minden egyes diáknak van egy mentora. Igen. Jó esetben. Igen. No, akkor kiválasztotta ezt a munkahelyet, elmegy, ott azért sok minden történhet. Például mondjuk, te mondtad, hogy még mások a partnerek, már megbízhatóak, de most egy olyan partnerhez csöppenne be valaki, hogy ott azért mégis nem érzi jó magát, vagy jön a fizetés, és úgy gondolja, hogy neki nem úgy adták, vagy nem időben, akkor ilyenkor jön megint a mentor segítsége? Igen, tehát akkor a mentor az, akihez tud fordulni a problémával. Tehát a mentornak gyakorlatilag kötelezettsége kivizsgálni.
Hála Istennek egyre ritkábban. Tehát, hogy a diák munka ma már nem ciki. Még szerintem 5-8 éve, hát nem mondom, hogy ciki, de kevésbé volt elfogadott, vagy kevésbé vállalták fel a diákok, addig ma sokkal elfogadottabb. Azt hittem, hogy ellenkezőleg mondod, hogy a munkáltató, tehát egy adott cég, egy vállalkozás nem hozta oda szívesen a diákot. Szerintem, de egyre több a megbízásunk, ez igaz, és valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy a diák munkának a megítélése évről évre javul, viszont ha 5 évvel ezelőtt voltunk egy osztályfőnöki órán, és megkérdeztük, hogy ki az, aki dolgozik és a szövetkezeten keresztül, akkor senki nem tette fel a kezét, ma meg az osztály 50-60%-a jelentkezik ilyenkor, hogy igen, itt vagyunk, és mi vállaljuk, hogy dolgozunk. Tehát én igazából erre gondoltam, hogy a diákok igazából büszkén vállalják, és szerintem ez sok esetben köszönhető annak is, hogy tisztában lettek a diákok azzal, hogy az iskolaszövetkezet az, aki tulajdonképpen ténylegesen védi az ő érdekeiket. Hiszen ha valaki elmegy feketén dolgozni mondjuk a Balatonpartra, akkor persze van egy szóbeli, valószínűleg egy szóbeli ígéret. Megállapodás arra, ígéret nagyon jó, arra vonatkozóan, hogy mi az a bér, meg mik az elvárások. Aztán ha a hónap végén vagy a szezon végén nem azt kapja, akkor igazából nem nagyon tud hova fordulni. Ugye sokszor ez egyébként nem csak a diákoknál van így, hogy van egy kis fekete munka. Igen, hát bennünk van, a vérünkben van ez valahogy az embereknek, hogy elvállaljuk. Aztán valóban nem egyszer előfordult, hogy én másként gondoltam, a munkáltató másként gondolja. De azért egy ilyen, azt gondolom, egy iskolaszövetkezetnél, egy mentor, azért ez megnyugtató dolog, hogy igen, védik az érdekeimet. Így van. Főleg, hogyha, tehát az nagyon gyakori eset, hogy a partnerek nekünk azt követően fizetnek, hogy mi már a diákot kifizettük. Tehát a diák mindenféleképpen megkapja a bérét, függően attól, hogy a partner mikor hát akkor nem kell izgulnia, hogy esetleg nem kell izgulnia. Nem voltam szimpatikus annak az áldott jó embernek, és aztán nem fogja odaadni a pénzemet, nem. Mert ti ezt garantáljátok, hogy megkapja. Így van. Majd a ti dolgotok lesz, ha jól sejtem, hogy bevasaljátok az adott cégtől. Igen, de szerencsére ebből a diák nem érez semmit, és ez így van jól. Tehát ezért vagyunk mi, hogy ezt a biztonságot megadjuk a diákoknak. Egyébként pontosan azért, mert hogy látható, hogy egyre kevesebb a munkavállaló, egyre nehezebb találni egy jó szakembert, ezért talán egyre inkább megbecsülik mindenhol a diák munkát is. Mert ugye azért én is voltam diákmunkás abban az időben, és bizony ugyanolyan jó pofán, kedvesen el voltak velünk a felnőttek, hogy jó van, na, de ülj le, biztos elfáradtál, stb. De azért mégiscsak az a dolog lényege, hogy diákként is örülünk annak, hogyha megbecsülnek bennünket. És most, hogy ilyen a helyzet, szerintem egyre inkább meg is becsülik őket. Igen, és ez egy nagyon jó példát tudok erre mondani. Mondjuk van egy nagy gyár, nagyon sok diák kell a nyáron a szabadságolás alatt. De értelemszerűen nem ürül ki a gyár, és csak diákkal lesz tele, hanem azért rengeteg saját dolgozó is van ott. Baj is lenne akkor. Igen, és a saját dolgozók mondják, hogy nagyon gyorsan betanulnak, gyorsan felveszik a ritmust. Rengeteg előnye van annak, hogy diákokkal oldják meg ezt a fajta a szabadságot. Jó, persze. És ez azért jó, mert ugye 3 hónap a nyár, 2,5-3 hónap, hogy a hosszú betanítási folyamat, vagy betanulási folyamatot is egy diák a gyorsan tanulás miatt nagyon hamar el tud sajátítani. Ez hosszú távon is jó egyébként, mert hogyha egy adott cég azt látja, hogy hát itt ez a Kovács Pisti gyerek nagyon jól dolgozott, milyen jó lenne őt akár visszacsalogatni a későbbiekben. Hát biztos volt már erre példa, hogy valaki elment egy céghez, nekem is van ilyen ismerősöm, fiatalként, egyetemistaként ott dolgozott, betanult, megbíztak benne. Azt mondták, hogy sőt, már néha jobban elvégezte a munkát, mindegy, már évek óta ott dolgozó felnőtt, mert ehhez volt igazán affinitás, és azt mondták, hogy maradja, és ott van ma is, és jól is keres. Igen, tehát ha visszatérő nyári partnerekről beszélünk, akkor mindig az első az, hogy kérik, hogy a tavalyi srácok, lányok, akik nálad dolgoztak, jöjjenek vissza. Tehát ilyen szempontból visszavárják azok, akik már beváltak, és ez az esetek nagy részében így van, vagy a diákok nagy részével. Ez azt is mutatja egyébként, hogy a diákok is jól végezték a munkájukat. Igen. Tehát az, hogy meg van elégedve egy adott cégvezetővelük, az azt jelenti, hogy valóban jól dolgoztak, és hát hogyha becsülettel megkapta a fizetését, és jó volt a hangulat, meg szívesen mentek, akkor valószínűleg a következő időszakban is visszamennek. Igen.
Igen, és lehet ezzel keresni egyébként, mert ugye a diáknak? Igen. Én azt láttam, hogy 1200, 1300, 1500 forint körüli. Azok már nagyon jó bérek. Tehát, hogyha azt megnézzük, nálatok. Ezek bruttó órabérek, viszont hogy ugye a diákoknak a járuléka, a fizetésének, a bruttó bérének a járulékot nem kell megfizetnie, csak a 15%-os jövedelemadót. Ez azt jelenti, hogy a 85%-a a fizetésének megmarad. Egy 1200 forintból, ha megnézzük annak, hát, ennyi a 80%, az 1000 forint fölött van, szerintem ilyen 1020, napi 1030, valahol itt. Keres valaki egy nap. 8 órával, az nettóba, az megszorozzuk 20-szal, mert 20 munkanapot dolgozik, a 160 ezer forint nettó. Igen. Szerintem az diákként nem rossz fizetés. Nem. Tehát aki azt mondja, hogy rossz, az szerintem az nem mond igazat. Vagy hát egyébként az én értékrendem szerint ez nem vannak ennél kirívóban magas juttatások is? Vannak apropó főleg, juttatás, hogy a szakma... Még egy hozzáteszünk, hogy kapnak ők egyébként másfajta juttatást is, akár mondjuk az ebéddel, nem tudom, egyéb ilyen dolgokkal mi a helyzet. Előfordul. Nem jár, de partnertől függ. Megteheti a partner. Például, hogyha szállással idehozunk diákot, mondjuk szobalánynak, vagy bármilyen egy szállodába, és akkor biztosítanak szállást, akkor legjellemzőbb az, hogy legalább napi egyszeri melegétkezést biztosítanak. Aha. Például. Úgyhogy jellemzőek ezek a plusz juttatások, vagy például bónusz a hónap végén, vagy a szezon végén, tehát ezek jellemzőek és előfordulnak. Alapvetően nem jár a diákoknak, tehát az ledolgozott óráik után járó órabér jár, viszont sokan élnek ezzel a lehetőséggel, főleg azok, akik kimondottan elégedettek a náluk dolgozó diák teljesítményével. A magasabb órabérek, akire ugye kérdezted az előbb, hogy vannak-e kirívóak, gondolom fölfelé gondoltad. Hát igen. Főleg a szakmai pozíciókban van lehetőség. Tehát ha valaki lényegesen... már szakképzett, nagy tudású, akkor ugye... Igen, tehát ha mondjuk valaki programozó, akkor már most is tud keresni diákként vagy gyakornokként 2000 forintos órabért. Valahogy sejtettem, hogy ezt fogod mondani, ezt a programozót fogod mondani. Ez most ezért ez egy konkrét keresésünk, amivel dolgozunk. Értelemszerűen olyan programozó kell ilyenkor, aki már azért a tanulmányai végén jár, tehát nem most kezdte el, mert azért van olyan tudása, amit azért gyakorlatilag el tud adni 2000 forintért, meg azért rá is ér annyit, hogy tudjon a munkájával foglalkozni. Gergő, fiúk vagy lányok jönnek inkább? Hát én nem tudnám megmondani, hogy mi az arány, úgyhogy én inkább 50-50 százalékot mondanék. Gondoltam egyébként, hogy azért ma már ez úgy van, hogy mindenki szeretne egy kis pénzt keresni. És még annyit talán, hogy én azt olvastam valahol, hogy nem is igazán mondjuk a gimnáziumi tanulók mennek el nyáron munkára, hanem akin már eleve egy szakképzőben valamiféle szakmát tanul. Hogy ő úgy gondolja, hogy ő neki ezt megéri. Van ebben igazság? Vagy ti ezt nem így tapasztaljátok? Hát... Itt is mindenki jön. Gimnazista, szakmunkás. Tehát remélem jól értem a kérdésed, akkor nagyon sok gyakornokot adunk, főleg szellemi pozícióba. Rengetegen közülük ott is maradnak, miután már nem diákok. Tehát rajtunk keresztül találják meg, hát nem álmaik munkáját, vagy nem biztos, hogy álmaik munkáját, de az első munkájukat. Egy adminisztratív munkakörben egy adminisztrátort valahol egy irodában alkalmaznak, az lehet, hogy szívesen marad. De én arra gondoltam, hogy én, mintha azt olvastam volna, és azt szűrtem ki az egyik mondatból, hogy aki már eleve az asztalosságot tanulja, aki eleve már valamiféle CNC megmunkálásra foglalkozik, hogy ők úgy gondolják, hogy nekik nem csak egyszerűen pénzkeresés, hanem talán még gyakorlat is, és ezért szívesebben vállalnak ők munkát. Mondjuk minden gimnazista, akinek hát igazából ilyenfajta szakképzettsége nincs. Igen, ők jobb eset, vagy az esetek többségében próbálnak a szakmájukhoz köthető pozíciókban elhelyezkedni, vagy elhelyezkednek a szakmájukban, hiszen nagyon sok esetben ezek hiány szakmák, és tárgykarokkal várják őket mindenhol. És kapkodják is őket, gondolom. Igen, igen. Aha. Van még olyan része a dolognak, amiről nem beszéltünk, hogy jogilag van-e valami, amit tudni kell egy diáknak? Hát gondolom azért az, hogy a munkahelyen be kell tartani az előírásokat. Kell nekik valami vizsgát tenni, ha belépnek? Vagy hát a többek hova mennek? Igen, egy baleset, tűzmunka és balesetvédelmi oktatáson nálunk átesnek. Hát igazából normális. Kapnak egy anyagot, és akkor a belépéskor kapnak hozzá egy tesztet, és akkor ott egyből van egy vizsga belőle. Tehát azt ott át kell nézniük, és akkor utána kitöltik a tesztet. Aha. Olvastam egy olyat, hogy az elmúlt több évtizedben több mint fél millió diák dolgozott nálatok. Hát most a számra pontosan nem emlékszem, de azt hiszem azért tényleg sokan megfordultak nálatok. Igen, és ez a félmillió, ez nagyjából csak mi vagyunk, és azért rajtunk kívül vannak még mások ezen a piacon.
Mondhatjuk azt, hogy egyre népszerűbb a diák munka? Egyre népszerűbb, hála Istennek, igen. Aha. Igen. Tehát, szerintem a partnerek is, és mondjuk itt sok esetben a szezonális partnerekre gondolok, a Balatonpart például ilyen szempontból sok ilyen partnert felsorakoztat. Tehát ezek a partnerek is rájönnek, hogy sokkal jobban megéri biztonságos körülmények között iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatni diákod, mint sem mondjuk feketén, vagy ha mondjuk ő be is jelentgeti őket, akkor folyamatosan ezzel az adminisztrációval bajlódni. Mi rengeteg terhet veszünk le a cégek válláról, mind munkaszervezés szempontjából, mind mondjuk anyagi oldalról, hogyha egy rendes munkaviszonyhoz nézzük, mind pedig felelősség oldalról, viszontantól kezdve, hogy velük leszerződik a felelősség a miénk, hogy a diák úgy álljon ott, hogy aha. Ugye úgy kezdtem, hogy azért főleg a nyárról próbáltam beszélni, és arra koncentrálni, hogy nyáron mennek azért a diákok dolgozni, és te mondtad, hogy igen, egész évben 365 napon keresztül tudtok munkát adni, de azért, ha már a Balatonpartot említetted, azért azzal, hogy nyáron megindul az idegenforgalom, a turizmus jelentősen növekszik, azért nyugodtan mondhatjuk, hogy nyáron azért sokkal többen keresnek munkát, nem? Természetesen igen. Tehát a nyár az egy olyan időszak, amikor azok a diákok, akiknek az iskola időben nem fér bele, vagy egyáltalán nem is akarnak dolgozni, ők nyáron viszont el szeretnék, hogy szeretnek pénzt keresni, akkor erre megvan a szándékuk, meg a lehetőségük is. Én egyébként mindig úgy láttam, hogy a fiatalokon ezt a jó brahinak tartják, hogy jó, elmegyünk egy kicsit, lemegyünk, melózunk, bulizunk, jól el vagyunk, valahogy ez is benne van. Igen, igen. Sok esetben például, hogyha ilyen, hát nem mondom, hogy haveri társaságok, de hogyha a barátok együtt tudnak menni dolgozni, akkor az a munkavállalási szándékot, vagy a kedvet, azt azért növeli jelentős mértékben. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem azért hasznos információkat tudtunk összegyűjteni a fiataloknak, bár gondolom, ha most nem beszélgettünk volna erről, akkor is mennek sokan hozzátok, de azért talán nem árt tudni, hogy bizony azért, ha valaki munkát vállalott, azért van segítség, adtok mentort elejétől végéig, és mindenben tudtok nekik segíteni, és egy biztonságot jelent, hogy nem kell izgulni, és nem kell félni. Így van. Nagyon jól összefoglaltad, úgyhogy erre nem is mondanék semmit. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok. Gergő, én is köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, az előző percekben Cuppan Gergővel beszélgettünk a nyári munkáról. Maradjon továbbra is velünk. Szép estét, jó szórakozást kívánok munkatársaim nevében, és elköszönök. Viszontlátásra.